Sziasztó! Teljes inkognitóba megérkeztünk Bangszembe, ami körülbelül egy órára található Pattayától, csak szerettünk volna egy kicsit kimozdulni, mert most Pattayán nem lehet sok mindent csinálni, úgyhogy megérkeztünk, mutatom is, hogy hol vagyunk. Eljöttünk egy kis helyi piacra körülnézni. Hál' Istennek nincsenek sokan. El nem tudjátok képzelni, hogy milyen erős halszag van. Főként, ahogy látom, durián van, szárított halak. Rák. Látjátok? Pádika. Ilyen kis bambuszlevélben vannak becsomagolva az édességek. Ezt sokan ismerhetitek. Bab, rizs, meg van édesítve, és akkor ebben a kis bambuszban vannak becsomagolva. Pork, no? No, that's also squid. I think all with the fish. Yeah. Szóval csak hal van, úgy néz ki. Ez egy ilyen teljes halpiac, szinte minden ugye szárított. Itt is láthatjátok a szárított halakat. Gyorsan bejöttünk ebbe a kis templomba. A templom rész amúgy pontosan zárva van, de itt be tudtunk jönni a kilátóhoz. Itt átmásztunk, és úgy, hogy most nagyon rasszak vagyunk. De gondoltam, ha már itt vagyunk, ezt megmutatom. Úgyhogy...
ez egy iskolának a falára van festve, és szerintem a gyerekek is festhettek, mert némelyik ilyen nagyon kis cuki, egyszerű rajz. Úgyhogy itt is figyelmet kap a tengerek védelme, úgyhogy valószínűleg a gyerekek is tanulnak róla. Nézzetek, micsoda szobrok vannak itt. Kicsit ijesztő. Húha! Na majd ennek a sztoriát betesszük. És megnézem, hogy pontosan mi, de megjöttem a madaraktól. Itt éppen egy gyönyörű szituáció van ábrázolva. Hát komolyan mondom, nem tudom, hogy milyen templomba keveredtünk, de itt csak is ilyen megnyugtató képsorokat láthattok, különböző kínzási módszerekről, valakinek éppen a fejét vágják le, valakinek a nyelvét tépik ki, és mindegyiknek van egy külön sztoria, úgyhogy majd erről írok nektek egy külön posztot. De addig is itt láthatjátok ezeket a csodálatos képsorokat. Hát elbűvölő. Na, itt pedig készül a leves belőlük.